A Magyar Kultúra Napja, Varga Bence kapta a Moson-Magyaróvárváros kultúrájáért díjat. Elismerés a Magyar Kultúra Napja alkalmából, minősített könyvtár címet vehetett át a Huszárgál Városi Könyvtár. Elkezdődött a farsangi időszak, népszerű sorozatok főszereplői és szuperhősök bőrébe bújnak a legtöbben. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. A Part rendezvényházban tartották idén, január 23-án a Magyar Kultúra Napi Városi Ünnepséget. Az eseményen Moson-Magyaróvári települési értéktárba kerültek a német és a horvát nemzetiségi hagyományok, valamint átadták a Moson-Magyaróvárváros kultúrájáért díjat is. Az elismerést ezúttal Varga Bence, a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója vehette át. Az idén 200 éves himnusz közös éneklésével kezdődött meg az idei Magyar Kultúra Napi Ünnepség a Part rendezvényházban január 23-án, majd Kölcsey Ferenc versét Koszorús Bence Levente, a piarista iskola diákja szavalta el. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Az idei évben ünnepi beszédet Iváncsics János mondott, aki a magyar kultúra sokszínűségére és szépségére hívta fel a figyelmet. Az alpolgármester elsőként a magyar nyelv sokrétűségét emelte ki. Mindig azt mondjuk, hogy mennyire színes, mennyire utánozhatatlan a magyar nyelv. Bizonyára mindenki ismeri azt a szöveget, amely a menni szavunknak körülbelül 100 féle szinonimáját mutatja be. És ezeket a szinonimákat mindenki ismeri, mindenki egészen pontosan érti a finom különbségeket, melyeket az egyes szinonimák jelentenek. Hogy ne tudnánk, hogy mi a különbség a sonfordál és mondjuk a bandukol között. De ez csak egy apró kis bizonyíték a nyelvünk sokszínűségének és szépségének. Az alpolgármester beszédében aztán kitért a zene, a tánc, a színház művészetére, amikre mind-mind büszke lehet a magyar nemzet. Ezután megemlítette, hogy nem csak országosan, hanem helyi szinten is sokrétű a kultúra, amiben jelentős szerepe van a nemzetiségi kultúráknak is. Iváncsics János beszédében kiemelte, az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy támogassa a helyi kultúrát, a kulturális intézményeket, még a nehéz helyzetben is. Az alpolgármesteri köszöntő beszédet követően a Petőfi Bicentenárium alkalmából a csütörtöki szalon versmondói és a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanárai mutatták be Petőfi 200 című műsorukat. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az ünnepi műsort követően aztán az idei városi ünnepségen jelentették be, hogy a Moson-Magyaróvári Települési Értéktár Bizottság döntése alapján települési értéktárba kerültek a német és a horvát nemzetiségi hagyományok. Az erről szóló emléklapot Kocsisné Balassa Gyöngyi, a Moson-Magyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Tolnai József, a Moson-Magyaróvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vehette át. Az emléklapok átadását követően aztán kihirdették 2022 Moson-Magyaróvár kultúrájáért díjasát is. Az elismerést ezúttal Varga Bence, a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, ütőhangszeres tanára vehette át. A díjazottról laudációt az előző év kultúra díjas Henhouse zenekar képviseletében Takács András mondott. Szívügyének tekinti a zeneiskola színvonalas működését is, melynek 2018 óta igazgatója. Bence alapító tagja, vezetője a tehetséges fiatalokból álló Moson-Magyaróvári ütőegyüttesnek, mely számos városi nagyrendezvényen, fesztiválon szerepelt, nem csak fellépőként, hanem a remek hangulat megteremtőjeként is. Tanítványai jó része nem csak megmarad a zene szeretetén, hanem a mai napig aktív zenészként muzsikál.
Varga Bence a díjat az ütőhangszeres oktatás hagyományának magas színvonalú fenntartása, a város zenei életében való aktív szerepvállalása elismeréseként, a Bükki Attila ütőhangszeres verseny megalapításáért, rangos zenei fesztiválokon való részvételéért vehette át, amikkel városunk jó hírnevét öregbíti. Nagyon megható, és még igazából így a hatása alatt vagyok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt a díjra ajánlott, vagy éppen azt gondolta, hogy én erre alkalmas vagyok. Hát még olyan furcsa, de nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy köszönöm szépen. A Magyar Kultúra Napi Városi Ünnepséget egy meglepetés produkcióval zárták, amiben a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanárai működtek közre. A Magyar Kultúra Napi Városi Ünnepség teljes egészét hétvégén, január 28-án és 29-én, szombaton és vasárnap több alkalommal is megnézhetik televíziónk műsorán, illetve közösségi oldalunkon is megtalálják majd. A Magyar Kultúra Napja alkalmából minősített könyvtár címet vehetett át a Huszárgál Városi Könyvtár. Az elismerést a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése alapján a könyvtári minőségirányítás módszereinek több éves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkáért nyerte el a Mosonmagyaróvári Könyvtár. Összesen 6 körözött szemét kaptak el a megyében 24 óra alatt. A rendőrök Mosonmagyaróvár és környékén is intézkedtek körözött személlyel szemben. A mosonmagyaróvári járőrök hétfő délután egy 30 éves helyi férfit állítottak meg a városban, aki ellen 3 körözés is érvényben volt, ezért őt elfogták. Hegyeshalomban a Vasút utcában fogtak el az egyenruhások egy helyőpapi lakost, akit a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Miskolci Törvényszék Büntetés Végrehajtási Csoportja, illetve a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság is körözött. Az éjszakai órákban egy személygépkocsit és annak sofőrjét ellenőriztek Mosonmagyaróváron. Az 56 éves gépkocsi vezetőről kiderült, hogy őt a Mosonmagyaróvári Járásbíróság körözi, ezért elfogták, majd a helyi rendőrkapitányságra előállították. Javában zajlik a farsangi szezon, ami Vízkereszttől egészen Hamvazó Szerdáig tart. A bőti időszakot jellemzően állarcos bálok és különböző mulatságok előzik meg. A gyerekek leginkább népszerű sorozatok főszereplőinek és szuperhősök bőrébe bújnak, de a felnőttek is szívesen viselnek jelmezt egy-egy farsangi mulatság alkalmával. Gonosztevő vagy épp szuperhősös állarcok, színes hercegnő ruhák, állatjelmezek. Javában zajlik a farsangi szezon, az állarcos bálok, valamint az óvodai és iskolai mulatságok időszaka. Az egyik mosonmagyaróvári jelmezkölcsönző üzletvezetője elmondta, hogy ahogy minden évnek, úgy az idejének is megvan a saját aktuális trendje. Mindig az előző évvége filmsorozatai és aktuális hősei, akiket a gyerekek keresnek. Most például az Addams Family van ugye sorozatban, ezért most az a nagy kedvenc. A lányok körében, a fiúknál marad a szuperhősök, a Marvel hősök, igazából ők egy kicsit ragaszkodóbbak ahhoz a trendhez. A kisgyermekek jelmezei mellett a felnőtt jelmezek is egyre népszerűbbek az üzletvezető elmondása szerint. A férfiak ugyanúgy szuperhősök szeretnének lenni, de azért a klasszikus, a cowboy és az indián és a rendőr jelmez is kelendő. Hát a hölgyek körében boszorkány, hercegnő. Sokan vannak, akik viszont otthon készítik el a jelmezeket, és csak néhány apró kiegészítőt kölcsönöznek. A farsangi szezon, a bőti időszak Vízkereszttől egészen Hamvazó Szerdáig tart. A jelmezes mulatságok nagy hagyományokra tekintenek vissza. Ezek mellett viszont a farsangi időszakra jellemzőek voltak a disznótorok és a lakodalmak is. Az egyik érdekesség pont a lakodalomhoz fűződik, hogy ugye Doborgasz szigetet mindenki ismeri, Doborgasznak a faluja igazándiból a mai Szlovákia területén van. Egy falu volt a kettő, és hogyha innen, erről a gazdasági részről valaki házasodni akart,
akkor át kellett menni a Dunán csónakkal a nagy doborgazi templomba összeesküdni. Mondták, hogy néha megfüröztették a mennyasszonyt a februári Dunába. A farsangi szezon, a tél búcsúztatása és a tavasz köszöntése a húsvét előtti 40 napos bőjt kezdetéig tart, ami idén február 21-e. Dunaszerdahelyre látogatott a Krédóbusz Moson-Magyaróvár a felkészülési időszak utolsó mérkőzésére. Váratlanul szerezte meg a vezetést a Somorja, majd nem sokkal később megduplázta előnyét a hazai csapat. A 2-0-ás állás maradt a mérkőzés végéig. Kezdetét veszi a Merkantil Bank Liga MB2 tavaszi szezonja január 29-én, amikor is Ajkán lép pályára a Krédóbusz Moson-Magyaróvár csapata. Röviden a szerdai időjárásról. Reggelre több helyen alakulhatnak ki kötfoltok, napközben főként felhős időre van kilátás. Jelentős csapadék nem valószínű, élénk lesz a szél, hajnalban -1, napközben +4 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most a Honvéd Hét, majd a Generációnk című magazin műsorok következnek. Híreinket megtalálják és visszanézhetik közösségi oldalainkon és honlapunkon. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!